Tegnap volt 15 éve, hogy elhangzott az Összödi beszéd. Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök egy hónappal a megnyert országgyűlési választások után zárt ajtók mögött beszélt az MSZP frakciónak arról, hogy a választás előtt hazudtak az embereknek, és tulajdonképpen a csőd szélére sodorták az országot. A témában Stefán Zoltán beszélgetett vendégeivel, Mészáros Nórával, Dezse Balázssal és Szabó Gergővel, a Pesti TV műsorvezetőivel tegnap este. Mielőtt azonban elkezdenénk, kérlek titeket is és a nézőket is, hogy nézzük meg a 15 évvel ezelőtt elhangzott beszéd legfontosabb mondatait. Elkúrjuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük. Ha őszinte vagyok hozzátok, akkor azt tudom mondani, hogy tele vagyunk kétségekkel. Hogy a magabiztosság mögött ott van a örlődés és a gyötrődés. Egészen pontosan tudom, hogy mindaz, amit csinálunk, az nem lesz tökéletes. Hogy egy sor ügyben fogalmam sincsen, hogy melyik a, nem a hatodik lépés, még a harmadikat sem tudom. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a ***ból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? Természetesen a dolog az nem szépen, nyugodtan, aprólékosan fölépített. Nem. Nem. Őrült lóhalálában készül, mert egy darabig nem csinálhattuk, nehogy kiderüljön. Most meg már olyan rohadtul kell csinálnunk, hogy majdnem belegebedünk. Aztán lassan fölbukunk. Mert nem bírjuk jobban a tempót. Ez a helyzet. Lehet még egy picikét itt teszatoszáskodni, de nem sokat. Gyorsan eljött az igazság pillanata. Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége, meg trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nekem nem kell tudni, segítette, hogy ezt túléljük. Nincsen tovább. Nincsen. Reform vagy bukás. Nincs más. És akkor azt mondom, hogy bukás, akkor beszélek Magyarországról, beszélek a baloldalról, és nagyon őszintén mondom nektek, beszélek magamról is. Az utolsó másfél évet azért tudtam én személy szerint csinálni, mert egy dolog ambicionált és egy dolog fűtött. Visszaadni a baloldalnak a hitét, hogy megcsinálhatja, hogy nyerhet, hogy nem kell lehajtani a fejét ebben a országban. Lesznek tüntetések. Lesznek. Lehet tüntetni a parlament előtt. Előbb-utóbb megunják. Hazamennek. Május 26-án a választási győzelem után Balaton Összödenek Ihelyzet frakciúlésen beszélt erről Gyurcsány Ferenc. Hónapokkal később, szeptember 17-én lett nyilvános. Emlékeztek arra, hogy ti mikor találkoztatok először, hogyan ért titeket, ezek a mondatok, hogyan értek titeket? Nóra? Nóri? Én kezdem. Én 12 éves voltam ekkor, úgyhogy hát el lehet képzelni, hogy egy 12 évesnek hogyan éri meg. Igazából iskolába jár az ember, vívóedzésen voltam, tehát hogy semmi olyan nem volt, amit látni tudtam volna. A szüleimtől értesültem aztán, és aztán pedig később az október 23-ai cselekmények után tudtam meg igazából, hogy mi történt, ahol a szüleim nekem jelen voltak, és aztán később ez befolyásolta azt, hogy én milyen pályára menjek. Balázs? Nekem itt volt egy ilyen nagy érzelmi töltet, mert én egy ideig Kanadában éltem, és én ezelőtt nem sokkal költöztem haza. És ugye én nagyon szerettem volna már visszajönni, túl sok volt a kintlevés, és ugye az embernek, amikor hiányzik a hazája, akkor azt reméli, hogy hazamegy, és akkor az otthon melege, az otthon légköre, és akkor nem sokkal azután jött az összödi beszéd, meg utána a további események, és én megmondom őszintén, hogy előtte nem foglalkoztam annyira politikával, nem is voltam egy ilyen kimondottan tüntetgetős ember, de akkor, amikor ez megtörtént, és úgy, hogy nekem volt egy ilyen
még dolgozott bennem a honvágy, akkor mondom, hogy úristen, mondom, hogy ez megtörténhet, és akkor nekem az volt egy ilyen politikai fordulás, amikor azt mondtam, hogy na jó, hogy ezeket biztos nem tudja, a kommunistákat nem is csatára fel. Úgyhogy nekem egy ilyen volt, egyébként első és egyetemista voltam, tehát jó helyen is voltam, amikor ugye egy bizonyos mondjuk, hát én nem konzervatív értékekkel nehezen vádolható intézményben jártam, ELTE BTK, és ugye ott többségben volt a másik oldal mindig, de hál' Istennek egy olyan társaságban voltam, hogy ott nagyon aktívan részt vettünk és beszélgettünk politikáról, és én velük mentem ki először tüntetni egyébként pont az ominózus napon. Gergő, te is test közelből tapasztaltad meg azokat az eseményeket. Már szeptember 17-én kimentél, délután került nyilvánosságra ez a beszéd, és már aznap demonstrációk voltak a fővárosban is. Igen, most lehet, hogy Gyurcsány Ferencnek ez meglepetés lesz, de igen, mi már akkor ott voltunk, és 18-án is, és aztán tapasztaltuk, hogy milyen gusztustalan módon lépnek föl az emberek ellen, és ezzel most elárulom, hogy én vagyok a legidősebb, de én akkor 25 éves voltam, és egyszerűen annyira mellbevágott, tehát addig is tudtuk, hogy elveszik a fiatalságunkat, és tehát borzasztó állapotokat okoztak az országnak, de akkor, amikor ezzel szembesültünk, ez egy olyan mellbevágó dolog volt, amit mondjuk hihetetlenül szeret az ellenzék arról beszélni, hogy milyen az összefogás, de ott, akkor 2006. szeptemberében hihetetlen összefogás volt, és tényleg ott voltunk egymás mellett rengetegen, és amellett, hogy szakmunkások, mérnökök, amit annyira szeretnek mondani, ott tényleg ott voltak azok az emberek, és mindenki egy szívvel mondta azt, hogy na, ebből elég végleg. Ti, akik újságírók vagytok, pontosan tudjátok, hogy egészen más egy televízión keresztül nézni, hírt olvasni ezekről az eseményekről, és ott a helyszínen megélni. Még maradjunk akkor a 2006-os eseményeknél. 18-án szabadultak el az indulatok a Szabadság téren az MTV székháznál. Mit tapasztaltál ott? Kik voltak ott? Mit lehetett látni? Kik voltak veszélyben? Ez azért volt egy brutális pillanat, és emlékszem, hogy édesanyámék is hívtak este, hogy azt látjuk, hogy egyszerűen verik az embereket, hogy ti veszélyben vagytok, és nem azért, mert ott van a csőcselék, tehát nyilvánvalóan voltak provokátorok, de azt lehetett látni, hogy ott van egy hatalmas embertömeg, akinek ebből elege van, és rájuk uszítják a rendőröket, illetve hát azóta tudjuk, hogy Gyurcsány Ferencék milyen taktikát alkalmaztak azzal, hogy visszatartottak rendőri egységeket azért, hogy közben minél nagyobb sérelmeket szenvedjenek el pont ezek a rendőri egységek. Úgyhogy, akik egyébként nem voltak felfegyverkezve. Igen, tehát véletlenül ez így direkt történt így. Tehát én azt láttam, hogy ott van egy csomó ember, aki egyszerűen nem azért van ott, hogy balhét csináljon, hanem azért, mert ebből elege volt, és tényleg, mint a répát aprították az embereket, mi is kaptunk gumibotot, úgyhogy simán rengeteg ártatlan, védtelen ember volt ott, aki pánikba esett, mert azt látta, hogy mint hogyha az 50-es években lennénk, tényleg azt éreztük. És hát azóta kiderült, hogy Baranyából felvezényelt rendőrök álltak ott az MTV székház elején, úgy, hogy közben a székház mögött pedig százasával álltak a rendőrök, ők mégse avatkoztak be. A 18-a után a feszültség érezhető volt, és hát nehéz azt mondani, hogy nem lehetett arra számítani, hogy a nemzeti érzelmű emberek a 1956-50. Évfordulójára kimennek. Nóra, te említetted, hogy szüleid is ott voltak az Asztóriánál. Ők hogyan élték meg, mit hallottál tőlük? Rettenetes beszámolókat hallottam tőlük egyébként, őket is, ugye rájuk vezényelték ugye a lovakat, ők személy szerint könnygázt kaptak, úgyhogy próbáltak menekülni úgy, ahogy tudtak, és relatíve jól sikerült kijönniük a szituációból. Igen, hát ez mivel magyarázható, hogy az akkori rendőrségi beszámolók szerint a Deák térnél lévő zavargók, csürhék talán ezt a kifejezést használták, őket pont az Asztória felé irányították? Hát nyilvánvaló volt itt a tudatosság egyébként. Én, nekem a szüleim, ők mindig nagyon szorgalmasan eljárkáltak ezekre a rendezvényekre, a jobboldali rendezvényekre, és egyébként aznap is, viszont ők is, ahogy a Nóri is mondta, az én szüleim is szerencsésen megúszták és hazakeveredtek. Én egy kicsit lecsatlakoztam, én mentem a barátaimmal egy picit, és amúgy az volt az egészben a legdurvább, hogy annyira gyorsan történt ez a tulajdonképpen a rendbontó tömegnek a rátolása az egyébként békés rendezvényre, hogy szinte észbe se kaptunk, és az egyik pillanatban még ott voltunk egy tök normális közegben, és egyik pillanatról a másikra gyakorlatilag elszabadult a pokol.
És egyébként hát nyilván, és akkor mentek a telefonhívások, és akkor egyszer így arra lettem figyelmes, hogy mindenki hívogat mindenkit, hogy hol vagy, kerülj biztonságba, gyere haza, menj haza azonnal, ne menj az utcára. Úgyhogy egy egészen elképesztő helyzet alakult ki, és viszont azt vettem észre, hogy annak ellenére, hogy engem is hát tulajdonképpen tiltani próbáltak a szüleim attól, hogy ott maradjak és kint legyek, ahogy rengeteg ismerősömet, hogy és mindenki tudta, hogy veszélyes, meg veszélyben van, és mindenki a szeretteit próbálta hazaküldeni, de valahogy mindenki azt érezte szerintem, aki ott volt, hogy az a helyes, hogyha ott maradunk az utcán, és hogy nem adjuk meg magunkat, hanem erre azt mondjuk, hogy emesz ne tovább. Hajnalig tartott az oszlatás, jelzés nélküli rendőrök, karlapoztak, tömegbe lőttek. Te mire emlékszel, Gergő? Én a kegyetlenségét még mindig érzem ennek egyébként, ahogy felhergelt rendőrök, nem feltétlenül azok, akik azt mondták, hogy nagyon utáljuk ezeket az embereket, de már napközben időnként 18-án is láttuk azokat az egységeket, akik ott kapták épp a szendvicseket, és látszott, hogy olyan gyűlölet van bennük, amit föntről kaptak. Tehát ők egyszerűen valami olyasmiért szerettek volna vendettát, ami nem létezik. És ezt megtették azokkal az emberekkel, akik ott voltak, és emlékszem arra, hogy akkor egy olyan paprikasprét is bevetettek, ami egy újdonság volt, tehát egy nagyon erős volt, és pont volt egy srác, aki mellettem így elzuhant, és ahogy így fölemeltük, emlékszem, hogy amit ki lehet, attól rosszul lettünk, olyan erős volt az a könnygáz, tehát valami félelmetes volt. És bocsánat, itt még ha megengeded, akkor tehát az aljasságok sorában az is beletartozik, hogy ugye a vízágyos autókba konkrétan festéket raktak, hogy aki csak a környéken járkál, és akire csak egy csepp is rámegy, abból a vízágyúból, az később azon az lemoshatatlan festék volt, tulajdonképpen meg kellett várni, amíg lekopik, de hogy még több nap múlva, akár több hét múlva is elővehessék azokat az embereket, akik ott voltak. És teljesen mindegy volt, hogy rendbontó volt, dobált, nem csak arra járt, kutyát sétáltatott, vagy munkából ment haza, azokat az embereket, tehát hogy annyi betyárbecsület, most ezt idézőjel mondom, sem volt meg, hogy akkor ott megtörtént az összecsapás, és akkor utána ez el van felejtve, hanem hogy hosszú ideig ez még folytatódott, és azonosítgatták az embereket, és aki utána úgy ment be suliba, hogy festékes volt, azt jelentették másik, egészen elképesztő komcsi tempó volt amúgy. Azóta számos elemzés, szakértői vélemény már napvilágot látott, de mennyire világos ma, hogy ki a személyi felelősség, mi volt a láncolat, ki kinek adott parancsot, utasítást? Szerintem egyébként ez teljesen világos, hogy honnan a kútfőből történt ez az egész, tehát Gyurcsány Ferencnek nagyon furcsa, hogy bárki manapság még képes azt mondani, hogy esetleg ő nem felelős ezért. Tehát ő volt az, aki az egészet kitalálta, ő volt az, aki kiadta a parancsot, és akkor mondhatjuk Gergényéket, és a többieket, amit egyébként rengeteg helyen feldolgoztak már, azokat a rendőr parancsnokokat, akik szinte élvezték. Tehát láttuk azokat a felvételeket, ahol egymásnak a rádiós parancsokat adták, és egy csomót ráadásul még titkosítottak is, tehát tudjuk azt, hogy milyen düh, tehát nekem az 50-es, 60-as, 70-es évek jut eszembe, amikor az embereket tényleg gondolkodás nélkül véresre verték, és ugyanezt történt 2006-ban. És ez is nagyon gusztustalan volt, bocsáss meg csak, hogy nyilvánvalóan Gyurcsány Ferencet erre a legnagyobb felelősség, de azért láttuk, hogy kitüntetéseket kaptak azok, akik konkrétan ennek felbújtói és támogatói voltak ennek az egésznek, úgyhogy szerintem a Gyurcsány mellett a felelősséget még azoknak is nyugodtan odaadhatjuk, akik megkapták ezeket a kitüntetéseket. És megúszták utána. Megúszták természetesen. És bocsánat, és itt ugye nem történt, tehát az egy dolog, hogy megúszták, és nem volt felelősségre vonás, miközben egyébként a baloldal és Gyurcsány Ferencék és a kis stábja, meg a gusztustalan koalíciója azzal hadonászik folyamatosan, meg azzal dobálozik, hogy itt majd, hogyha ők hatalomra kerülnek, elszámoltatás lesz, és kit fognak földönfutóvá tenni, és kinek veszik el a lakását, meg a munkáját, meg a vagyonát, meg kitállítanak, mit tudom én, milyen gyorsan ítélő bíróságok elé a politikai vagy a támogatói tevékenysége miatt, viszont ugye annak idején, amikor őket kellett volna elszámoltatni, akkor meg maguk között kellett volna sorsot húzni, hogy akkor itt most ki volt a felelős, és beismerni ennek a felelősséget, akkor semmi nem történt. És ugyanezek az emberek most ugye jelentéktelen színben próbálják ezt feltüntetni, illetve igazolni próbálják. Tehát ez igazán erkölcstelen éppen emiatt. Demszky Gábor, korábbi liberális városvezető, tüntette ki Gergényi Péter akkori rendőrfőkapitányt az esemény sor után. Ugorjunk 15 évet most előre. Pár nappal ezelőtt Simon János beszélt itt politológus arról, hogy amikor a hallgatóinak beszél az esemény sorról, ő úgy látja, hogy nem is akarják elhinni, hogy ez megtörtént. Le kell játszani a felvételek. Ahhoz, hogy elhiggyék, hogy tényleg olyan kontextusban, tényleg azok a szavak hangzottak el. Ti hogyan látjátok, a mai fiatalok
mennyire tudják azt, hogy mi zajlott, mi hangzott el egyáltalán? Az, hogy mi zajlott, azt mondjuk még lehet, de meghallgatják mondjuk a felvételt? Egyébként itt talán a Nóri a legkompetensebb amúgy emiatt, de én csak így nagyon röviden annyit, hogy erről már beszélgettünk meg korábban a műsorokban is, szerintem ugyanezt mondtam, de csak ismételni tudom magam, amit nem szeretek és nem is akarok, hogy de csak így gyorsan, hogy nagyon nagy felelősség van nekünk abban, ahogy nekem is, a Nórinak is, a Gergőnek is, és mindenkinek, aki tudja hallatni a hangját, hogy ezeket a felvételeket minél többször le kell játszani, mert sajnos, akik majd 22-ben szavazni fognak, akár először 18 évesen, azok mondjuk 3 évesek voltak akkor, azok nem feltétlenül tudják, hogy mi történt, és azok nem tudnak felelősség teljesen döntést hozni majd a szavazófülkében, anélkül, hogy ne látták volna. És ezt nem lehet megunni, és nem lehet unásig ismételni, ez folyamatosan mindig posztolni kéne, minden nap le kéne menni a tévében ezeknek a felvételeknek, akkor is, ha éppen nincsen évforduló, mert egyszerűen tudnia kell az embereknek, a fiataloknak főleg, hogy mi történt akkor.